Reklamálni lehet a kereszt táblák ellen, ha úgy érezzük, hogy jogtalanul helyezték ki azokat. Az új szabályozásnak köszönhetően, ha valakinek nem tetszik egy tábla, akkor kifogást emelhet. Eközben a hírek szerint ismét megbüntetik a szabálytalanul kanyarodó autósokat Óbudán a Bécsi úton. A szakértők jogszabálymódosítást sürgetnek. A tények összefoglalói után élőben kapcsoljuk Csehi Andrást, akitől reményénk szerint megtudjuk, hogy milyen körülmények között tettünk panaszt a jogtalanul kihelyezett kereszt táblák ellen. Ezt az autóst biztos, hogy megbüntetik, szabálytalanul kanyarodott be a Bécsi útról a Szépvölgyire. Egy hónap után itt újra bírságol az óbudai közterület felügyelet. Az 50 ezres csekkel kiküldését március végén függesztették fel, mert nagy volt a felháborodás. Ráadásul még a rendőrök is azt mondták, hogy a térfigyelő kamerák alapján nem lehet büntetni, a berendezések nem felelnek meg a jogszabálynak. Tarlós István főpolgármester még azt is mondta, hogy akiket megbírságoltak, az ne fizesse be a büntetést. Akik ilyen papírt kapnak, hogy a kamera alapján megbüntették 50 ezer forintra, ne fizessék be. Ezután Óbuda polgármestere Búzs Balázs levelet írt Papp Károly országos rendőrfőkapitánynak. Ebben rákérdezett arra, hogy a kamerák miben nem felelnek meg a követelményeknek. A kerületi közterületfelügyelők azt mondják, mivel a főkapitánytól nem kaptak egyértelmű választ, így ismét büntetnek. Az óbudai önkormányzat internetes oldalára feltöltötte azt a levelezést, amit az ORFK-val folytattak. Ebből az derül ki, hogy a rendőrség a témában később átfogó tájékoztatást nyújt. A vezes.hu információi szerint közel 2 milliárd forintot kellett fizetniük tavaly az autósoknak a fővárosi közterületfelügyelők intézkedései után. És most élőben kapcsoljuk Csehi András kollégánkat, akitől további részleteket tudunk meg a törvénytervezetről. Jó reggelt kívánok! Itt állunk egy frissen kihelyezett közlekedési táblánál, ami ugye, mint jól látszik, tiltja a balra kanyarodást, így a megfordulást is, de amíg itt 10 perce itt áldogálunk, úgyhogy legalább két autó fordult meg. Mellettem van Hámri László, a Gépjármukáros Utak Országos Szövetségének elnöke. A kérdés az, hogy lehet ezeket nem befizetni, ezeket a büntetéseket, vagy hol lehet ezeket megreklamálni egyáltalán? Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Hát elsősorban azt tanácsolnám mindenkinek, hogy ezeket a büntetéseket, ha már kiszabták és befizették, akkor továbbiakban erről már ne indítsanak eljárást és ne próbáljanak meg reklamálni. Tehát aki megkapta a csekket és befizették, az már vissza nem fog térülni soha. Ezt nyugodtan borítékolhatjuk. Azok, akik még nem fizették be, azok a Tarlós úr felhívásának eleget téve ugye, úgy jártak el, ahogy ő ezt mondta. Igen ám, csak ezzel még a teendőik nincsenek lezárva, hiszen ezt a jogi eljárást le kell folytatni. Van lehetőség megúszni ezt, idézőjelbe tettem azt, hogy megúszni, de mindenki kérje ki a jogásza, jogi szaktanácsadója véleményét, hogy az eljárásban hogyan kell eljárni, hogy végül is ez a büntetési tétel ne kerüljön befizetésre. De ezt csak annyival anulálni, hogy nem fizetem be, és utána struccpolitikát folytatok, nem lehet. Ügyvéd úr, azt mondtuk, hogy jogtalanul kihelyezett táblák. 2018-tól már lehet ezeket megreklamálni. Milyen esetben? Igen, megjelentek újságcikkek most erről. A közigazgatási eljárás perrendtartásának a törvénye változik, illetve lett egy ilyen új törvény, amiben valóban lesz lehetőség arra, hogy olyan közlekedési táblákat is vizsgálni lehessen bírósági eljárás keretében, amiről azt feltételezzük, azt hisszük, legjobb tudomásunk szerint azt állítjuk, hogy az olyan dolgot próbál szabályozni, ami teljesen fölösleges. Nem tanácsolnám azonban a Marika néninek és Jóska bácsinak, aki jogi tudással nem rendelkezik, hogy neki fusson egy ilyen eljárásnak. Ennek az eljárásnak a feltételei most lettek szabályozva, és ezeknek a feltételeknek tartalmilag is, formailag is meg kell felelni. Tehát ez nem lesz egy egyszerű eset, de valóban egy egyszerű állampolgár is megindíthat majd egy ilyen eljárás 2018. január 1-e után, hogyha azt észleli, hogy egy forgalmi jelző tábla ott az teljesen felesleges. De megindíthatja ezt egy vállalkozó is, és megindíthatja a jogi személy is. Természetesen az eljárásnak a részletesebb szabályai, a gyakorlati megvalósítása még azért kidolgozás alatt van. Akkor összegezzük egy picit, tehát hogy minket megbüntetnek mondjuk egy tilos kanyarodás miatt, akkor mi a teendő? A legfontosabb az, hogy győződjünk meg arról, hogy valóban ott ez a helyzet fennáll-e. Ha ez a helyzet fennáll, és ugye hát ez az esemény megtörtént, akkor mi a közterületet feltől fogunk kapni egy úgynevezett, most már itt a médiában
50 ezeres csekként elhíresült eljárásokban megkapjuk ezt a csekket ne fizessük be, várjuk meg, míg az ügy átalakul rendőrségi szabálysértési eljárásra, és ez ügyben, hogy itt hogyan kell cselekednünk, kérjük ki a jogászunk, jogi szakértünk véleményét. Hámor úr, köszönjük szépen, tehát akkor még egyszer, hogyha valakit megbüntetnek, azonnal ne kezdjen el fizetni. Ha viszont már befizette ezt az 50 000 forintot, akkor sajnos már nincs mit tenni. Stúdió.